Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Nagyon nem vagyunk megelégedők. És mi baj van a világgal? A világunkkal? El van bolydulva. Föl van bolydulva? Azon mit értünk? Hát én arra gondolok, hogy most nem Magyarországra, tehát és itt sem olyan jók a dolgok, de kint a világon sem. Aha, tehát nem jók a dolgok. Igen. Háború, háború által? Hogy azt mondtál, vagy mit mondtál? Izrael, erre gondoltam most. Hát az hál' Istennek az elég messze van. Hát ez messze van, igazából szerencsére nem érik minket, csak magával a világ. Jó, tehát az, ugye az, ugye az a baj, ami érint minket, és közvetettem, vagy közvetlenül, ugye a rosszabbik az, ha közvetlenül érint, az se jó, ha közvetetten érint. Tehát az, hogy a világban mi folyik, annak csak hosszú távon van ránk hatása, ha csak nem itt a környékünkön folyik, vagy esetleg itt folyik. Na most, ugye de miért vannak háborúk, meg miért ilyen a világ? Hát az emberek nem etikusak. És ugye mi a legnagyobb baj mindig? Tehát mindenre úgy kell gondolni, hogy közösségi alapon. Tehát az ember az egy közösségi lény. Tehát az ember az nem egy magányos lény, az nem egy, mit tudom én, egy gepárd, amelyik nem családos, csak addig családos, ameddig a nemzedéket, az utón nemzedéket megcsinálja, aztán utána nem érdekli, hogy mi történik a kölykével. Tehát ugye vannak olyan állatok, amelyek így működnek, hogy a nőstény neveli a kölykét, akár többet is, de ez a hím semmilyen formában nem járul hozzá. De az ember az nem ilyen lény. Az ember az egy társas lény. Na most, és mint társas lény, tehát ki az, aki volt katona? Katona? Nem sokan voltunk katonák. Na most, a katonaságnál volt egy szabály, csak hogy akinek nem volt katona, annak mondom. Jó, hogyha ketten már együtt működnek, akkor az egyik az főnök. Oké? Tehát mondom, ha két személy együtt működik, akkor csak akkor működhettek együtt, ha ki lett nevezve az egyik már főnöknek. Ez a civil életben elég fura, nem? De ha a katonaságnál nem így működtek volna, akkor nem lehetett volna végrehajtani azokat a dolgokat, feladatokat, amit szerettek volna megcsinálni. Tehát mit tudom én, akár elment mondjuk két ember söprögetni az udvarra, az volt a kiküldetésük, hogy söprögessenek az udvaron, akkor az egyik már főnök volt. Érted? Tehát akkor is azonos volt a beosztásuk, a felettesük kinevezte az egyiket főnöknek. Oké? Na most ezt azért mondom, mert ahol közösségi működés van a világon mindenütt, az összes állatnál, ahol ilyen működés van, és az embereknél is ilyen működésnek kell lenni, akkor az azt jelenti, hogy ha közösségi működés van, akkor ott lenni kell egy főnöknek. Oké? Tehát mit jelent a főnök? Hát, hogy a főnöki az utolsó szó. Ami azt jelenti, hogy ha nem egyeznek meg, akkor a főnök szava a döntő. Világos? És mindig a főnök az ugye egy személy, nem kettő, hanem egy. És ez mindenütt így van az állatvilágban teljes egészében, és ott, ahol az emberek nem így működnek, közösségi működésben, ott hát állandó surlódás van, és az állandó surlódásuk véget szétesik a közösség. Mondok erre példát, jó? Tehát
Az elefántoknál ez egy jó példa, hogy fölnő egy bika elefánt, mikor kicsi, még beáll a sorba, és ahogy nő, egyre inkább nem fogad szót a család főnökének. Na most az elefántoknál a család főnöke az egy nőstény. Megmondom, hogy miért, mindjárt elmondom, ha valaki esetleg nem tudja. Tehát ott úgy működik, hogy nem fogad szót a kisbika az anyának, a főnökasszonynak, ugye az elefántoknál, ezért mit csinál a főnökasszony? Elzavarja. Tehát elzavarja a csondából. Oké? Okay? És ezáltal a bikák nem tudnak főnökök lenni egy csordában, mert az összes bika így jár, hogy a matriarka elzavarja a csordából. És ezért ugye a bikák azok magányosak, a nőstények azok meg csordában vannak. És abban a pillanatban, amikor a bika elkezd nem szót fogadni a főnökasszonynak, abban a pillanatban el van zavarva. Jó, tehát ezt azért mondom, ott, ahol matriarkális uralom van, anyajogú azt jelenti, Miklós. Így van, ami azt jelenti, hogy a nőstény vezet, ott mindenütt az van, hogy vagy kisebb termetű a hím, és ezért fizikailag erősebb a nőstény, mint például a, hogy hívják a sivatagban a dögevőket? Nem. Hiéna, igen. A hiénáknál a nőstény nagyobb termetű, mint a hím, és ezáltal fizikailag erősebb. És ezért ugye ott a nőstény a főnök, de az elefántoknál a hím jóval erősebb, mint a nőstény, de mégis a hímek nem vezetik a csordát. Oké? Okay? Hanem a nőstények vezetik. Mert a hímek azok magányosak. Na most, az embernél ugye kicsit más a helyzet, mert az ember gondolkodik. Nem olyan, mint az állat. Ugye az állat az nem tud gondolkodni, az csak ösztönösen működik. Tehát ami az ösztöneiben van, azt működteti. Na most ugye azt is érdemes tudni, hogy például az elefántoknál a bikák összeférhetetlenek. És ezért ugye a csordában nem tudnak megférni. Akkor nem zavarja el egy nőstény a kis bikát, hogyha a szót fogad. Szóval megnézzük például a kutyáknál, ugye általában a hímek vezetnek, mert ott van egy erősségi rangsor, amely a legerősebb, és kivívja magának a vezetői szerepet, az vezet. Na most mi közünk nekünk ehhez? Csak azért mondom, mert az ember úgy működik, hogyha a közösségekben nincs jó főnök, akkor a közösség szétesik. Oké? Okay? Onnantól, tehát, hogy két ember együtt működik, főnöknek kell lenni. Már az egyiknek. Oké? Okay? És ha az a főnök nem jól működik, akkor az a közösség szétesik. Tök mindegy, hogy az két főről van szó, vagy 10 millió főről van szó, érted? Vagy 100 millió főről van szó, vagy 1 milliárd főről van szó, akit vezet az a főnök, mint például mondjuk Kínában ugye 1,5 milliárd embert vezet a kínai elnök. Tehát tök mindegy, hogy milyen főnök, mennyi ember, tehát és mennyit vezet, ha az a főnök nem jó, akkor a közösség szétesik. Nyilván egy kis közösség, egy házasságban, ha a főnök nem jó, akkor az hamar szétesik. Ha nagyobb közösségről van szó, minél nagyobb közösség, annál lassabb ez a szétesési folyamat. Na most csak ez azért mondom,
hogy tiszta és világos legyen, hogy a részben azért is ilyen a világ, amilyen, mert a főnökök, tehát az államfők, kormányfők, elnökök, királyok, diktátorok, stb. Stb. Nem jó. Oké? És mondom, bármilyen emberi közösségben a főnök nem jó, az a közösség szétesik. Hát ezért esik szét, gyakorlatilag ilyen szétesőben vannak a társadalom. Megnézed az EU-t, egyre rosszabbul működik az EU, igaz, egyre rosszabbul működik, mert baromi rosszak a főnökök, érted? Tehát baromi rosszak. Tehát igazából, ha jobban megnéznénk, az EU-nak nincs is főnöke. Hát ott nincs, elvileg nincs főnök. Tehát nincs olyan, hogy az EU elnöke, nincs ilyen. Elvileg a főnökök az országok vezetői közösen. Ezért van az, hogy csak akkor hozhatnak döntést, ha mindenki jóvá hagyja. Oké? Mert az EU-ban nincs főnök. Tehát nincs főnök. Próbálnak egyes EU-s vezetők, de nem állami férfiak, nem államférfiak, vagy állami vezető nők, nem. Hanem az EU-ban a parlamentben ilyen vezető szerepet tölt be, vagy megválasztották vezetőnek, mint ezt a nőt, azt a lányt, igen. Na most ők próbálnak egy úgy vezetők lenni, hogy nincs vezető szerepük, érted? Tehát ők nem vezetők. Próbálják magukhoz ragadni a hatalmat, úgyhogy ez illegitim, tehát nem legális. Na most azáltal, hogy igazából az EU-nak nincs vezetője, hát esik szét. Esik szét az EU. Tehát hogy esik szét az EU, hogy fog ez megnyilvánulni ez a szétesés? Hát nyilván minél jobban nem egyeznek az országok vezetői egymással, annál jobban hamarabb fog szétesni az EU. Tehát ha valaki fél attól, hogy szétesik az EU, tehát nem attól kell félni, hogy az EU szétesik, hanem attól, hogy Magyarország kiválik, vagy kirakják. Mert ha az EU szétesik, az tök jó lenne. Tudod miért? Nagyon egyszerű, mert abban a pillanatban minden ország elkezdne kötni megállapodásokat a másikkal, és úgy működne, mint az EU és Svájc viszonya, vagy úgy működne, mint az EU és Anglia viszonya, hogy gyakorlatilag szinte ugyanazokkal a feltételekkel működnek az EU-n kívüli országok, például Norvégia is, mint az EU-n belüli országok. Ami annyit jelent, hogy ha az EU szétesne, akkor az összes ország elkezdene megállapodni egymással, gyakorlatilag a kereskedelemben totál meg tudnának állapodni, de egy óriási dolog lenne, tudjátok mi? Az, hogy nem szólnának bele egymás belügyébe. Mert onnantól kezdve minden ország független lenne, ugyanúgy, mint most az EU nem tud beleszólni az angolok belügyébe. Nem tud beleszólni Svájc belügyébe, nem tud beleszólni Norvégia belügyébe. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy nézzétek meg, mikor az Anglia kivált, abban a pillanatban az volt a legfontosabb dolguk az angoloknak és az EU-s vezetőknek, hogy a megállapodásokat megkössék. És gyakorlatilag szinte ugyanolyan feltételekkel működik Anglia most, EU-n kívülről, mint amikor EU-n belül volt, azzal a kereskedelmi feltételekkel, azzal a különbséggel, hogy az EU nem szólhat bele a belügyébe. De ezt az emberek nem látják át, nem gondolják át, hogy ez egy baromi jó lenne, ha az EU szétesne. Oké? Az nem lenne jó, hogyha bármelyik kisebb ország kiválna,
mint például Magyarország, mert Anglia kivált, nagyhatalom, gyakorlatilag tudja biztosítani magának azt az életminőséget, ami kell az országnak. Hát gyakorlatilag tudod, miből élnek azok az országok, akik gyarmatokkal rendelkeztek? Nem abból élnek, tehát sok gyarmattal rendelkeztek, mint például Anglia. Nem abból élnek, amit termelnek a lakosok, hanem abból élnek, amit befizetnek a gyarmat, a volt gyarmatok a idézőjelben anyaországnak. Tudtátok? Hát aki nem tudta ezt, az akkor most tudja, jó? Tehát Anglia is, Franciaország nem abból él, amit termelnek. Nagy tévedés. Abból, amit a gyarmatokról, vagy a volt gyarmatokról befizetnek Franciaországnak. Anglia is ugyanígy működik, Anglia sokkal jobban tud ebből a szempontból működni, mert sokkal több gyarmata volt. Oké? Tehát ez azt jelenti, hogy ha szétesne az EU, semmi baj nem lenne a kereskedelemmel, akkor lenne, ha kidobnának az EU-ból minket, vagy kiválnánk, mert gyakorlatilag leállították a termelésünknek a nagy részét. Tehát, hogy bekerültünk az EU-ba, a termelésünk nagy része le lett állítva, mert ez nyilvánvaló volt, hogy mi piacnak kellünk, ez nyilvánvaló. Hát ezt akkor is lehetett látni, amikor megszavaztuk, én nem szavaztam meg, mert én ellene szavaztam. Pont emiatt, mert akkor is tudtam, hogy semmi másnak nem kellünk, csak piacnak. És ez azt fogja eredményezni, hogy szépen leállítják majd a termelésünket, persze. És ez így is történt. Így is történt, tehát nagy baj lenne, hogyha ugye kiraknának, vagy kiválnánk az EU-ból, mert akkor hogy termelnénk, érted? De ha az egész EU fogna és szétesne, az tök jó lenne, mert elkezdenének megállapodni az országok rögtön abban a pillanatban egymással, nyilván elsősorban a gazdasági együttműködés terén. Ugyanúgy, ahogy Angliával megállapodott az EU. Jó? Tehát lényeg az, hogy ezt miért mondom, csak hogy tiszta és világos legyen, hogy gyakorlatilag az EU sokáig nem fogja bírni azt, ezt mondom előre, jó? Tehát amit én előre meg szoktam mondani, nem jóslat ez, hanem én megmondom, hogy mi lesz, jó? Az úgy szokott lenni. Na szóval itt az EU-nál az lesz, mondom előre, jó, hogy azáltal, hogy az Amerika átlőcsöli a háború finanszírozását az EU-ra, Ukrajna finanszírozását az EU-ra, ezáltal ugye hát egyre rosszabb helyzetbe kerül az EU anyagilag, akkor ennek a rosszabb helyzetnek ugye még tetézése az is, hogy engedik a bevándorlókat, a fehér ember meg úgy működik, hogy ahol többségbe kezd lenni a nem olyan bőrszínű, mint ő, akkor onnan elköltözik. Ezt látjátok, Magyarországon is így van. Ahol elkezdett többségbe kerülni mondjuk a nem idén barnultak, onnan szépen az idén barnultak elköltöztek más településre. Na most, de egy országot szállnak meg az idegenek, azáltal, hogy megengedik, hogy bejöjjenek, hát ugye a fehér ember olyan, hogy fogja és onnan elköltözik, és az ország úgy látja, hogy már alkalmatlan arra, hogy olyan helyre költözzön, ahol nem többségben vannak az idegenek, akkor elköltözik olyan helyre. Például ezért mentek ki nagyon sokan Ausztráliába. Tehát Ausztrália ezelőtt 50 évvel 10 milliós ország. 10 milliós ország.
Most már valami, nem is tudom, 40 vagy hány milliós ország. Tehát a világról költöznek olyan helyre, elsősorban a fehérek, ugye a saját erőből ők tehetik meg, ugye tudjuk, hogy a migránsok azok nem saját erőből jönnek. Azt támogatják, hogy jöjjenek, persze. Saját erőből nem tudnának ide jönni, mert nem lenne nagy pénzük. Jó? Tehát ami azt jelenti, hogy támogatják őket. De amikor a fehér elköltözik, akkor olyan helyről, tehát akkor a saját erejéből költözik el, és oda költözik, ahol ugye a saját bőrszíne a domináns. Tehát még más bőrszínű kevés van. Jó, tehát ez van. Na most, de nézzük tovább. Tehát miért fog szétesni az EU? Mert, tehát ugye azt csinálták, az első a pápa volt. Választottak egy olyan pápát, akit bábuként lehet használni. Tehát az most az utolsó pápa, ugye ez egy bábu, ez semmi más. A Ratzinger maradt volna, akkor itt nem lehetett volna migrációt csinálni. Jó? Egyébként a Ratzinger az fiatal korában náci tag volt. Tényleg. Hát jó, de hát akkor a németek jó része náci tag volt, aki fiatal volt. Olyan, mint nálunk a pártagság, persze. Így van. Na most. A szocializmusban ugye a pártagság. Na most, lényeg az, hogy választottak egy olyan pápát, aki bábu. Akkor gondoljátok végig, utána az Amerikai Egyesült Államokban választottak egy elnököt, aki szintén bábu. Akkor Németországban mostani kancellár, az szintén egy bábu. Az is csak egy bábu. Az EU-ban az összes vezető, az semmi más, csak egy bábu. Tehát most nem az országok vezetőit mondom, hanem azok, akiket választottak, mint például ez a von der Leyen, vagy Leyen, vagy Manónak hívják, nem is érdekel. Na, azért nem is jegyzem meg a nevét, mert nem érdekel. Szóval a lényeg az, hogy ezek mind bábuk. De most a bábuk, azok meg a pénzügyi lobbinak az érdekeit képviselik. A pénzügyi lobby, az meg tönkre teszi a lakosságot, az a célja. Na most, ugye az azt jelenti, hogy a lakosság elkezdte az elszegényedést. Mondok példát, jó? Tegnap vettünk egy autót, és beszélgettünk Mariannal a kereskedőkkel, akik ott a kereskedésben, még ott volt a Tula is talán, ahol is beszéltem, és mondták, hogy gyakorlatilag megállt a piac. Tehát megállt az autóvásárlás. Tehát nincs. Nincs. Na most mikor áll meg az autóvásárlás? Az emberek nincs pénzük. Érted? Tehát mindig az az első jel, hogy az embereknek mennyi pénze van, hogy mennyire esik vissza az autóvásárlás. Tehát azt mondták, hogy gyakorlatilag nulla. Nincs. A hovány, ha valakinek mond valamit, ez a név, ugye, sok autóval foglalkozik az országban, meg sok típussal is egyszerre, azoknál volt, vettünk. És lényeg az, hogy nem újat vettünk, másfél éves. És lényeg az, hogy de ez nem csak nálunk van így, hanem Európa szerte. Mondok példát, jó? Ugye engem mindig érdekelt az autó, mert hát szakmám. Mestervizsgám is van belőle, ugye autószerelésből. És hát mindig szerettem az autókat, és mindig érdekelt az autó. És
ugye van egy olyan helyzet most, tehát ezért szoktam nézegetni az autókkal kapcsolatos híreket. Jó? Tehát ez jellemzően a YouTube-on. És képzeljétek el, elkezdték visszahozni a dízelautókat. Pedig le akarták rámutatni. Mert a gyártók. Tehát új modelleket adnak ki, tehát ilyen felfrissített modelleket, tehát nem újak, hanem úgy hívják, hogy facelift, ez a ráncfelvallás, igen, köszönöm szépen, ráncfelvallott modelleket elkezdik újra hozni, már dízel motorra. Miért? Mert gyakorlatilag a villanyautók forgalma az nullára esett vissza. Nullára esett vissza. Tehát divat, tehát akik, mint kiderült, ezt nem tudták előre, hogy így lesz, hogy azok, akik villanyautót vettek, azok divatból vettek villanyautót. Ugyanaz, mint akik SUV-ot vesznek, divatból vesznek SUV-ot. Tudjátok, mi az a SUV? Az a személykocsis teherautó. Tehát az városi, azt mondják, városi terepjáró, nem, az személykocsis teherautó. Mert tök úgy néz ki, mintha ez egy teherautó lenne, megnézett, pont így néztek ki régen a teherautók. Ilyen csőrösek voltak, mint az összes SUV. Az összes SUV az csőrös. Ez úgy hívták így azokat a kamionokat, amelyeknek nem egyenes volt az eleje, hanem a motor elő volt, és úgy hívták, hogy csőrös kamion. Tehát az, megnézed az összes SUV, az gyakorlatilag egy kis teherautó. Úgy néznek ki, mint egy kis teherautó. Hát de megnézitek, a terepjárók is úgy néztek ki, mint egy kis teherautó. Mind az összes. Tehát ha valaki nem vallja be azt, hogy az teherautó kinézetű, akkor azért nem, mert ő a divat után megy. Az összes szakember egyébként, az autós szakember mind lefikázza a SUV-okat. Csak úgy mondom. Mind az összes. Hát eleve gondoljátok végig, nagy dögök, nehezek, sokkal többet fogyasztanak, mint a normál autók. Érted? És akkor izé van, spórolás van, nem? Hogy spórolás, mikor nagyobb autókat csinálnak, nagyobb légellenállással, nehezebb súlyjal, nyilván többet fog enni, ez nem kérdés. De nem is ez a lényeg, hanem térjünk vissza arra, hogy EU. Szóval, csak mondom azokat a trendeket, tehát mindig a gazdasági visszaesés, az mindig az autóiparnál kezd mutatkozni. Először. Utána jönnek a nyaralások, üdülések. Magyarországon azért vannak még belföldi nyaralások, és lesznek is nagy számban, mert a fizetés egy részét így kapják az emberek. Hogy kapnak egy bont, és akkor azt lenyaralhatják. Tehát ezért kénytelenek elmenni nyaralni, de azt külföldön nem tudják felhasználni, az csak itthon Magyarországon. Jó, de ez nem jellemző az EU-ban. Oké? Így van, ez nem jellemző, mert azért sem jellemző, mert gondoljátok végig, ez úgy működik, hogy ezután nincs EU fizetési kötelezettségünk. Ezért az EU prüszköl erre, mert így kikerüljünk egy EU fizetési kötelezettséget ezzel az utalványokkal. Mert így bemarad a pénz. Na, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy gondoljátok végig, hogy itt tehát elkezdődött a látható gazdasági válság. Mert nem csak az van, hogy az árak emelkedtek, és infláció, nem. Most már az van, hogy az emberek elkezdtek meghúzni a nadrágszíjat. Elkezdték meghúzni a nadrágszíjat. Tehát elkezdtek spórolni, takarékoskodni, vagy nem feltétlenül spórolni, hanem nincs miből már. Hát nincs miből. Oké?
és az autóipar leáll, mármint az autóvétel, akkor egy csomó iparág leáll. Hát mert rengeteg kiszolgáló iparága van az autóiparnak. Tehát fémipar, gondoljátok végig, akkor a műanyagipar, hát miből áll egy autó? Amiből áll az autó, műanyagból, fémből, szövetből, gumiból, stb. Stb. Az mind leáll. Mind leáll. Tehát ugye az autóipar az egy húzóág, és ha a húzóágnak a csúcsa leáll, akkor nincs szükség arra se, hogy oda termeljenek ezek az iparágak. Na szóval, na most, ezeknek következtében ugye mi fog történni? Hát gazdasági visszaesés, az emberek szűkölködni fognak, és én ezt megtapasztaltam, hogy ha az ember hozzászok egy magas életszínvonalhoz, és tehát ne úgy értsétek, hogy magunkon tapasztaltam meg, hanem láttam embereken. Jó? Tehát, hogy hozzászok egy magas életszínvonalhoz, és visszaesik az életszínvonal, akár nem is arra a szintre, mint amin volt előtte, tehát ha viszonylag gyorsan fölemelkedett erről a szintről erre, és visszaesik mondjuk ide, itt rosszabb anyagi helyzetben lesz, pedig megnézitek, magasabban van, mint itt volt, mert az életét, a kiadásait hozzáalakította a magas életszínvonalhoz. Minden ember ezt csinálja. Oké? Mi nem csináltuk ezt. Tehát, de minden ember ezt csinálja, hogy megnő az életszínvonala, és a kiadásait, a költségeit hozzáalakítja ez a magas életszínvonalhoz, és utána visszaesik az életszínvonal, a magas költségek megmaradnak, a magas kiadások megmaradnak, érted? És ezáltal sokkal rosszabb anyagi helyzetbe kerülnek, mint előtte, mikor jóval alacsonyabb életszínvonalon voltak, de jóval alacsonyabb kiadásokat állítottak be ahhoz az életszínvonalhoz, érted? És na ez lesz a nagy probléma itt az EU-ban. Ez lesz a nagy probléma, és a nyugat elsősorban, ez egy igen, hozzánk képest, egy igen magas életszínvonal hozzá alakította ki a kiadásait. Oké? Na most, emiatt mik lesznek? Ugye lesznek tüntetések, zavargások, stb. Stb. Tehát gyakorlatilag hát a kormányok, mondhatjuk azt, hogy tehetetlenek lesznek. Tehát tehetetlenek lesznek. És ugye mit fognak csinálni? Az EU-t fogják felelőssé tenni az állampolgárok. Az egészért. Miért? Nagyon egyszerű most az EU-t hibáztatni. Hát mert miért kell eurómilliárdokat adni egy olyan országnak, amelyikhez semmi közünk. Nem is tagja az EU-nak, nem tagja a NATO-nak, semminek nem tagja. Miért kell? És ez jogos. Jogos. Érted? Tehát mit tudom én, tudjátok, hogy voltak a német tüntetések, a gazdáknak a tüntetései, mert ugye ott visszavonták a támogatásokat, és akkor az Ukrajnát megtámogatják. Szóval röhely. Na most lényeg az, hogy itt az EU abba fog szétesni, hogy az emberek a kormányokat fogják hibáztatni, nem a kormányokat, az EU-t fogják hibáztatni azért a gazdasági problémákért, amik lesznek. Jó? És ez azt fogja eredményezni, hogy jó, akkor azt mondják a kormányok, hogy váljunk szét. És ez nem messze van, ez az időszak. Jó? Tehát ez nem messze van. Hála Istennek, hogy ez így lesz egyébként. Nekünk jó lesz a helyzet, mert van saját pénzünk. Mert a többinek be kell vezetni újból a saját pénzüket, érted? És az ugye mindig úgy van,
hogy amikor pénzváltás van, tehát mikor bármelyik nép átállt, mondjuk akár az euró, akkor ott hirtelen romlott az életszínvonal. Minden mondja. Minden mondja, hogy mikor átváltották a pénzüket az euró, akkor ugye kevesebbet adtak, mint amennyit ért igazából. Na szóval, hát ezt ugye azért mondtam el, hogy azt lássátok át, hogy ez mind annak köszönhető, hogy rosszak a vezetők. Tudatlan, buta, ostobák, egyszerű politikusok. Oké? Mit jelent az, hogy egyszerű politikusok? Az azt jelenti, hogy hiába tanult valamelyik mondjuk gazdasági iskolát, végzett. Az csak egy elmélet. A gazdasági tapasztalatokat a gyakorlatban szerzi meg az ember. És a politikusok egy része, az mondhatni, hogy gazdasági képzettségű, de ennyit nem ért a gazdasághoz. Tudod miért? Mert utána politikus lett. Kiválasztották, hogy ő alkalmas politikusnak. Ki a politikusnak, ki az alkalmas személy? Aki gumigerincű, hosszú nyelvű, jó hosszú nyelve tud lenni, jó? És jó dumája van. Oké? Tehát jó dumája van. És onnantól kezdve az politikussá lehet tenni. Ez a három feltétel kell, hogy legyen. Tehát az első az, hogy jó dumája legyen, második az, hogy gumigerincű legyen, a harmadik pedig jó hosszú nyelve legyen. Jó? És ez azt jelenti, hogy akik jelenleg politikusak, azok úgy próbálják irányítani az országukat, hogy szakemberekkel veszik körbe magukat különböző területeken. Na most, igen ám, de ezeknek a szakembereknek meg nem az a céljuk, hogy a népnek jó legyen, hanem hogy a zsebük tele legyen. Oké? Na most, innentől kezdve, ugye ez a szakemberi gárda sem felel meg az elvárásoknak, de ha megnézzük ugye a politikusokat is, hát gondold végig, régen egy uralkodónak a gyereke megszületett, és az mire felnőtt, uralkodóvá nevelték, első pillanattól. Na most, a politikusok közül nem találsz ilyet. Tehát az, hogy uralkodó legyen, vagy politikus, a politikus és az uralkodó között óriási különbség van. Tehát az uralkodó azt tudta, hogy ő lesz a népnek a feje. Érted? A politikusnak meg az a lényeg, hogy hatalomba kerüljön és hatalomon maradjon. Érted? Tehát hatalomba kerüljön és hatalomon maradjon. Jó, de hát mi különbség a kettő között? Tehát akit uralkodónak neveltek, azt megtanítottak mindenre. Például az etikára is. Hogy ne legyél olyan uralkodó, akit nem szeret a nép, mert akkor nem fognak támogatni, tehát a nép nem fog támogatni. És megtanulták a tisztességet, becsületet, erkölcsöt, stb. De mindent megtanulták, a gazdálkodást, mindent megtanulták, most ne úgy értve a gazdálkodást, hogy mentek a lóval, szántották a földet, most ne így képzeljétek el, hanem azt, hogy,
hogy az az ország jól működjön, jól gazdálkodjon. Ott volt az uralkodó várományos az apjával, érted? Látta, hogy az apja mit csinál, tehát gyakorlatilag elleste a szakmát. Oké? Politikusok nem így lettek politikusok. A politikusok tudod, hogy lettek politikusok? Úgyhogy pénzemberek kiválasztották, vagy pénzembereknek a pribékei kiválasztották azt, hogy hú, hát itt van egy ember, akit be kéne cserkészni. Ha nem tudjátok, miről beszélek, akkor az én korosztályom még ismerte a szocializmust. Oké? Okay? Szocializmusban ez teljesen nyílt volt, hogy becserkészték az emberek. És az a különbség, hogy általában nem Magyarországról indul a becserkészés, persze magyarok a becserkészők, de azok csak egy beosztottak, érted? Tehát nyugatról indul a becserkészés, vannak kifejezetten ilyen emberek a Földön, akik avval foglalkoznak, mint például a Soros György, hogy az ő társasága, az ő alkalmazottai keressenek politikus jelölteket, mint például megtalálták az Orbán Viktort anno annak idején. Jó, tehát ilyen szervezetek vannak a világban. Tehát a Soros György az csak egy kiszolgáló személy. Oké, okay, semmi más. Az a hierarchiában, mit tudom én, talán a negyedik helyen helyezkedik el. Jó? Tehát a csúcshoz képest. Szóval a lényeg, hogy a politikusok azoknak azt tanítják elsősorban, hogy tehát ilyen, ha járt egyáltalán a politikus olyan iskolába, mert az sem biztos, már a politikusok jó része nem is járt olyan iskolába, ahol politikust képeznek. A ukrán elnök se járt, színész volt. És lényeg, hogy ugye ha tanítják őket, akkor arra tanítják, hogy jó szónok legyen. Elsősorban. Jó? Másodszorban azt, hogy megtanítják, hogy ne látszódjon az arcán az, hogy hazudik, ne látszódjon a mimikáján, hogy hazudik. Érted? Tehát szó szerint értsétek. Tehát megtanítják azt, hogyha egy szakember nézi, akkor ne tudjon rájönni, hogy ő hazudik. Érted? Ezt meg lehet tanítani. Akkor a politikusok a semmi más, csak egy eszközök. A hatalom eszközei. Ők olyan, mint a színházban a színész. Érted? Tehát nem a rendező, a legtöbb esetben nem a rendező áll ki a színpadra, és játssza el a darabot. Sőt, még nem is a színháznak az igazgatója játssza el. Vagy nem is a tulajdonos játssza el, ha van ilyen. Hanem egy színész játssza el. Tehát a politikusok azok egy színjátékban vesznek részt. Gyakorlatilag ők vannak kirakva a színpadra. A közönség elé. És ha a közönség haragszik, akkor ő rajtuk veri el a port. Világos? Ez ugyanolyan, mint hogyha az embereknek nem tetszett egy darab valamikor a múltban, akkor előjött a tojás meg a paradicsom, azt megdobálták a színészeket. Hát de nem a színészek választották ki a darabot, oké? Okay? Meg nem is a színészek csinálták meg úgy magát a darabot, ahogy megcsinálták, hanem ugye más személyek, akik ott maradtak a háttérben. Tehát mondom, a politika az arról szól,
hogy gyakorlatilag a színjátékra kirakják az egyéneket a színpadra. Jó? És ugye lényeg az, hogy egy ilyen világban élünk, ahol az emberek ezeket nem látják át. Nem látják át. Tehát ezeket, amit most elmondtam, ezekben nincs módszer, ez csak egy ilyen felvilágosítás. Hogy jobban átlásd itt a Földön a szereposztásokat. Tehát most gondold végig, egy színész az nem tanulta azt, hogy ő egy bazió vezető legyen. Ő azt nem tanulta. Ő azt tanulta, hogyan kell játszani egy szerepet. Érted? Hogy az élethű legyen. Politikusok is ugyanez. Hogyan lehet eljátszani egy szerepet, hogy az élethű legyen. Érted? Őket sem tanították meg arra, hogy hogyan kell embereket vezetni. Egyet sem. Oké? Ezért, hogyha valamilyen szinten vezetni akarnak, akkor keresnek valami szakembert, aki ebben segít neki. De és egy ilyennel is körülveszik magukat. És az ad nekik tanácsot. Tanácsadók. Jó? De az a tanácsadó nincs annak a politikusnak a bőrében. Érted? Tehát mondok erre példát. Annak idején, ugye tudjátok, hogy 93 óta vezetek céget, azóta van a saját cégem, és 94-től pedig teljesen önállóan. Az azt jelenti, hogy 93-ban még mellettem ketten voltunk a cégvezetés élén, utána pedig 94-től egyedül. És volt egy időszak, elég hosszú, tehát gyakorlatilag hát egy ilyen 7 éves periódus, ahol nem volt annyi önbizalmam, hogy tehát azáltal, hogy nem volt elég önbizalmam, tanácsadókkal vettem magam körbe. De csak pár tanácsadom volt, konkrétan három tanácsadó. Még egyszer csak jött egy asztrológus, alkalmazottam volt, én nem tudtam, hogy asztrológus, csak azt, hogy alkalmazottam. És ő asztrológus is volt, mint kiderült utólag. És akkor ugye kielemezte a horoszkópomat, és tudjátok, mit mondott? Azt, hogy én egy ember tanácsát fogadhatom el. Azt pedig úgy hívják, hogy Szedlacsik Marian. Érted? Ha én más tanácsát fogadom el, akkor mindig forró fogok járni. Ez van benne a horoszkópomban. Oké? Okay? És ez így volt addig. Pont így volt. És mindig forró jártam azzal, hogy hallgattam a tanácsadókra. Szó szerint. És onnantól kezdve elhatároztam, hogy megszűnt. Jó? Ez a hallgatni másokra. Hát nyilván ezt nem tudtam egyik pillanatra a másikra megcsinálni, mert még volt ilyen, akire hallgattam aztán ott is. Az egyébként Mariannak volt egy unokatestvére. Ott is jó nagyokat szívtam emiatt. Aztán utána már tudatos fejjel bebizonyosodtam arról, hogy milyen igaz az, hogy senkire nem szabad hallgatni, csak a feleségemre. Hát az magam, az más kérdés. És akkor onnantól kezdve ez olyan 2005, amióta már nincs tanácsadó, és mindent magam döntök el, de úgy, hogy előtte beszélek Marian. És
És ugye ő az, aki tényleg látom azóta, hogyha így működünk, az jól működik. És ezt ugye miért mondtam el? Mert egy vezetőnek lenni kell olyan képességének, érted, hogy ő képes tanácsadók nélkül vezetni. És jó döntéseket hozni természetesen. Tehát képes erre. És hát ezek a jelenlegi vezetők itt mondjuk az EU-ban nem képesek erre. Hát egy sem. Tehát az országok élén most olyan emberek vannak, aki mind politikus, de igazából egy sem jó vezető. Hát egy sem. Tehát, és gondoljátok végig, én tartok vezetőképzést. Évente 4-szer. Az 12 nap, mert 3 nap egy. 12 napon keresztül összesen. Egy évben. És olyan széles körű a vezetői tanítás, hogy szinte alig tudok ismételni. Érted? És azt is úgy állítottam be, hogy körforgásosan, mint a coachképzéseinket, és körülbelül 6 év múlva tudtam visszatérni ugyanoda, érted? 6 év múlva. Az elejére. És nagyon érdekes, mert ugye a vezető képzésében is ugye kapom az információkat, meg hát ugye egy csomó tapasztalatom van már, mert azért csak vezetek embereket 93-tól. És hát ezért én egész jól átlátom, hogy mi a baj a világunkban. Ráadásul ebben kapcsolatban még információkat is küldenek nekem fentről, mármint a teremtőm. Szóval a lényeg, hogy egy érdekes világ elé nézünk. Hát ebből azért gond is lesz, mert addig, míg amikor szétesik az EU, és addig, míg a megállapodásokat nem kötik meg, addig nagy káosz lesz. Úgyhogy, de ez mind gazdasági szempontból fog működni, érted? Tehát gazdasági szempontból. Tehát, hogyha az ember egy kicsit a jövőbe néz, akkor azt látja, hogy ez a világ recseg, ropog, és összeomlóban van. Érted? Még nem omlott össze, csak az azt jelenti, hogy az összeomlás előtti időszakot éli. Na most mondok példát még, jó? Ugye tudjuk jól, hogy Izraelben évtizedek óta készülnek arra, hogy a lakosságot, vagy a lakosság jó részét majd átköltöztessék. Ezt ugye gondolom mindenki számára már világos, erről többször beszéltem. Tehát ugye az izraeli lakosságot átköltöztetik. Nyilván nem az arabokról van szó, nem az arabokról van szó, akik Izraelben élnek, mert arabok is élnek Izraelben, hanem azokról, akik fehérek. És azok jellemzően ugye zsidó vallásúak. Jó, szóval már évtizedek óta megkötötték a megállapodásokat európai országokkal, köztünk Magyarországgal is, a beköltözésükre. De nagyon érdekes, mert az összes cselekmény, ha már felhoztátok ugye Izrael kérdést, az összes cselekmény, ami a október óta van, azt erősíti, hogy gyakorlatilag, és ami most is van,
ugye itt Iránnal, azt erősíti, hogy a lakosság ne érezze magát biztonságba odahaza, tehát egyre jobban ezt erősíti, és menekültként fogadják be majd az európai országok őket. De itt ugye milliókról van szó, nem pár százezer emberről, milliókról. Tehát menekült státusszal. Ugye a menekült státusz az kap állami támogatást. Hogy tiszta világos legyen. Tehát hiába ugye a legtöbb izraeli jövőbeni kitelepülő családnak megvan az anyagia, hogy kitelepüljen, bár hát nem biztos, hogy megvan, mert ahhoz el kell adni az ingatlant, illetve nem fogják tudni eladni az ingatlanjukat, mert menekülnek. És fognak állami támogatást kapni. És ez azt jelenti, hogy ugye tudjátok, hogy tiszta világos, hogy rendszeresen heti szinten nagyon sok izraeli család költözik Magyarországra, Csehországba. Így van. Így van, Lengyelországba. Jó, de nagyon érdekes, megnézed, olyan országba költöznek, akiknek megmaradt a pénzük. Nem EU-s országok. És ugye itt a három ilyen ország közül, akit felsoroltam, kettőnek a pénzével lehet játszani. Mert ugye a lengyeleknek kevésbé lehet játszani, mert ugye ők azért négyszer vagy ötször annyian vannak, mint mi. Tehát még a csehekkel összenézzük, még azokhoz is két és félszer vagy hányszor többen vannak a lengyelek, mint a csehek, meg mi együtt. Tehát ami azt jelenti, hogy a zlotyival kevésbé lehet játszani, mint mondjuk a cseh koronával vagy a magyar forinttal. És ugye a játszás azt jelenti, hogy lehet az árfolyamot mozgatni leföl. Oké, ahogy éppen a kedvük támad. Nyilván, hogyha betelepülésről beszélünk, akkor az a minél jobb, hogyha leviszik ezeknek a valutáknak az árfolyamát. De nagyon érdekes, hogy úgy viszonylag hosszú távon ez a három valuta azért némi nemüleg megpróbál együtt mozogni. Lefele vagy fölfele. De ugye a legrosszabb a helyzet, azért megnézzük a forint esetében. Szóval, én említettem, hogy kapcsoljuk ki a telefon, hogy lőjük le. No szóval, ez azt fogja eredményezni a jövőben, hogy ugye nem gondolkoztatok azon, hogy miért nem engedik ugye ide be az arabokat, mert azokban az országban nem engedik be az arabokat, ahol be akarnak költözni az izraeli. Oké? Mert nem akarnak olyan országba költözni, ahol ugyanúgy szembe kerülnek azokkal, akiktől menekülnek, vagy menekülnének. És jó, most amiket én elmondtam, arra tessék majd emlékezni, jó? Amikor ezek az események meg fognak történni. Jó? Na most, de azért mindig azt mondom, hogy inkább jöjjönik Izraelből bevándorlók, mint az araboktól, vagy a Afrikából a feketéktől. Jó? Tehát sokkal jobb, hogyha ugye izraeliek költöznek be, fehér emberek. Tehát azért az izraeliek nagy része azért dolgos, gondoljátok végig, hogy a sivatagból mit hoztak létre. Hát mire voltak képesek azért? Gondoljuk azt végre, hogy megcsinálták, hogy a sivatagot élhetővé tették. Jó? Tehát ők legalább jó része az dolgos. Tehát nem úgy, mint az arabok vagy a feketék. Azok nem annyira. Jó, szóval érdekes világ elé nézünk, de ezt most ugye miért érdemes tudni? Hát mert minden embernek el kell gondolkodni azon, mi lesz vele, és a közvetlen családjával mi lesz, érted?
Tehát mit értem közvetlen család? A közvetlen család, akivel együtt élsz. Nyilván. Mi lesz azokkal, akikkel együtt élsz? Jó? És hát ezért az ember, ha előrelátó, akkor úgy alakítja az életét, hogy a jövőbeni változások azok számára hasznosak legyenek. Ne károsak, hanem hasznosak. Tehát, amit mi csinálunk itt, PPH-sok, a tevékenységünkről van szó. Nem a képzésekről most elsősorban, hanem a jövedelemszerző tevékenységről. A mi jövedelemszerző tevékenységünket és megélhetésünket, ez a fajta működés, amit lesz a jövőben, ez a hasznunkra lesz, nem a kárunkra. Ha te nem veszel részt magában a szervezésben, akkor ennek nem használod ki majd a lehetőséget. És nyilvánvaló, hogyha az ember gondolkodik előre, akkor annál jobban jár, hogy minél nagyobb csapata lesz addigra. Oké. Mire ezek a dolgok csúcsosodni fognak, amiket most elmondtam. Már pedig csúcsosodni fognak, és nem évtizedek múlva, hanem pár éven belül. Oké? Hanem hamarabb, általában mindig hamarabb szoktak megtörténni a dolgok, mint amit mondok előre. De lehet élni ugyanazt az életet, mint eddig, és lehet nem foglalkozni azzal, hogy legyen kellő csapatod, mire baj lesz. És akkor megnézheted majd anyagi szempontból magadat. Mert hogy 2035-ig még anyagiakban is kell gondolkodni, az biztos. Oké? Tehát addig még valószínűleg a pénznek lesz valamilyen formája. Jó? Remélhetjük, hogy pénz és nem virtuális pénz. De kell addig. És hát lényeg, hogy gondolkozz el ezeken a dolgokon, mert az ember úgy működik, hogyha engedi, hogy a körülmények befolyásolják őt, akkor bizony, hát kiszolgáltatottá válik a körülményeknek. Tehát az embernek az életét úgy kell alakítani, hogy a körülmények azok számodra, tehát olyan, mint a vízi malomnál, hogy a vizet a malmot felé hajtsa, érted, hogy forogjon a kerék. Tehát olyan életet kell élni, és olyan tevékenységet kell folytatni. És ez bebizonyított tény. Gondold végig, a Covid alatt annyit nőttünk egy év alatt, mint előtte 9 év alatt. Tehát a Covid, az baromi jól jött nekünk, akik a szervezéssel foglalkozunk. Akik a szervezéssel foglalkoztak már előtte is, azoknak a Covid jó kis bevételt okozott itt a PPH-ban. Mert a tanulóink száma egy év alatt megduplázódott, érted? Tehát kétszer annyi tanuló lett egy év alatt. Tehát az azt jelenti, hogy 9 év alatt lett egy számú tanuló, és annak a duplája lett egy év alatt, a Covid alatt. Tehát az azt jelenti, hogy minden olyan helyzet, ami az emberek életét nehezíti,
az afelé hajtja a vizet, olyan, a mi malmunk felé hajtja a vizet. Miért? Mert az embereknek a jövővel kapcsolatban egyetlen választásuk van, illetve kettő. Vagy hogy földobják a talpukat, az a választás, vagy hogy tanulnak olyan dolgokról, ami segíti az életüket. Érted? Ennyi. És másik, hogy közösségben mindig könnyebb lenni, ha baj van, mint mikor az ember egyedül van. Jó? Tehát nem véletlenül, akkor jött az ellenség, ugye a történelemben, jött az ellenség, akkor egy ember, vagy egy család nem tudta magát megvédeni. De amikor az emberek összefogtak, oké, és közösségbe verődtek, és tudtak jól működni, mert volt mondjuk jó vezető, akkor meg tudták magukat védeni. Világos ez? Tehát ugye erre múltkor tanulmányoztam egy példát, a tatárjárás. Tehát a magyaroknak nagy ellenállása volt, nagyon nagy, és de a Dunán innen gyakorlatilag kiirtották a lakosságot. És a Dunán túl, akik jobban föl tudtak készülni, mert volt idejük, és jobban össze tudtak fogni, a tatárok visszavonultak. És gyakorlatilag Dunán túlt nem dúlták föl. Oké? Csak a Dunán innen. Pedig át tudtak menni a Dunán, de ott olyan mértékű összefogás és együttműködés volt a magyaroknak, hogy a tatárok inkább feladták a Dunántúlnak a meghódítását. Oké? Tehát ennyit jelent. Ahol nincs felkészülve az ember a várható jövőre, ott úgy jár, mint a tatárjárás kora. A Dunán indeli rész. És ott kiirtották a gyerekeket is, meg az asszonyokat is, tehát nem csak a férfiakat, mindenkit. Most tárják föl azokat a sírokat, mostanában. Érted? És meglepődve tapasztalják, hogy tele van gyerekekkel, meg nőkkel is. És kap férfi alig. Mert a férfiak ugye a harcban estek el, és azokat megfogták, azt fölgyújtották, tudod. Tehát amikor tömeges temetés van, akkor nincs temetés, hanem gulágba rakják őket, azt meggyújtják. Az kész. Azt akkor ott nincs. Csak hamvak vannak, nincsenek csontok. Jó? Szóval lényeg az, hogy az összefogás és a közösségben való együttműködés az eléggé hasznos tud lenni. És az emberek túlélését tudja biztosítani, mint a történelmi példák is mutatják. De az emberek azt gondolják, hogy ott vagy egyedül. Aha, jó, hát akkor csinálj nyugodtan. Ezt majd meglátod, mire jutsz. Jó? No, hát ennyi fér bele a mai első részbe. Lényeg az, hogy hoppá, na, bezártam az egészet, akkor mondom. Van 30 óra képzésünk egy hónapban. Ez mind módszerre teli, nem az első részről beszélek, hanem a többiről. A képzéseink értéke az felbecsülhetetlen, piaci értéke az 200 ezer forint. Legalább. Körülbelül minimum, tehát legkevesebb ennyiért kapsz. Hát olyan, nem azt mondom, hogy hasonló képzéseket, hanem a képzéseinkből, tudom én, máshol is tudsz kapni itt-ott-amott tudást, de így összefoglalva sehol.
Na most ehhez képest, ugye a piaci értékhez képest, ugye akciósan, kedvezményesen 19.700 forint az első hónap, de a második még kedvezményesebb másodiktól, hiszen 12.500 forint 30 óra képzés. Na most, ha ezt valaki sokalja, akkor menjen oda tanulni, ahova akar. Milyen egyszerű a válaszom, jó? Máshol úgysem fog találni módszereket, megkapni módszereket. Jó, tehát mi közösségben működünk együtt azért, hogy tudjunk túlélni, érted? Szó szerint. És a túlélés célja az a szeretetkor. Bekerülhessünk a szeretetkorba. Mert a szeretetkorba az kerülhet be, aki képes az etikát használni. Tehát képes erkölcsösen, becsületesen, tisztességesen működni. Oké? Aki ezt nem tanulja meg és nem képes, az nem fog bekerülni a szeretetkorba, az aranykorba. Na, tehát mi lesz vele? Feldobja a talpát. Az lesz vele. Jó? Tehát ez az alapja az egésznek. És utána, ha bekerül az ember a szeretetkorba, utána ott lehet tanulni, hogy vissza tudjunk kerülni oda, ahonnan jöttünk. Abba a felső világba. Jó? Ahonnan ide jöttél. Mert nem egy helyről jöttünk mindnyájan. Úgyhogy várunk benneteket a közösségünkbe, ahol rendszeresen tanulunk, minden szerdán és vasárnap. Ahol lehet a képzéseket igénybe venni. Helyszínen lehet igénybe venni. Interneten keresztül élőben lehet igénybe venni. Felvételről, és nyilván az internetest is, meg a felvételt is, a weboldalon keresztül lehet igénybe venni. És mind a kettőt lehet videós formában nézni, tehát az élőt is, meg a felvételt is, és lehet rádión hallgatni, ha valaki rádión akarja hallgatni, mert mondjuk gyenge a nete, vagy éppen valahova mondjuk közlekedik. De a felvételeket is, tehát ugyanúgy lehet, mint az élőt. Jó, úgyhogy várunk benneteket szeretettel, ne halogass, mert az idő fogy. És ahogy itt a Covid-nál azok jártak jól, akiknek csapatuk volt, és minél nagyobb, annál jobban jártak a Covid alatt. Oké? Jön a nehezebb időszak. Akkor jársz, jó? Ha minél nagyobb csapatod van. Mindenkinek azt javaslom, hogy van egy olyan módszerünk, ami nagyon nagy eredményeket tud hozni, ez a személyes beszélgetés emberekkel. Ha ezt csinálod, és a módszer szerint csinálod, akkor nem hiszem, hogy kudarcot tudsz vallani. Jó? Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!